Üdvözlök mindenkit a mostani videó témája. Ha ezt a három dolgot látod, akkor garantálom a narcizmust. A narcisztikus személyiség zavar az egy mélyen gyökerező zavar, ami már a preverbális korszakot érinti, ez a csecsemőkor. A csecsemő mellett egy pszichológiai értelemben vett halott anya van, aki nem reagálja le a gyermeke érzelmi szükségleteit megfelelően. Tehát a nárcisztikus személyiség zavar gyökere az nagyon mélyre nyúlik, ez az alap, ahol mélyen gyökerezik, az elsődleges gondozó pedig az esetek döntő többségében egy anya. Tehát az anya az nem kell, hogy, hogy legyen valamiféle mentális zavara, vagy valami mentális betegségben szenvedjen. Tehát nem kell, hogy például narcisztikus legyen ez az anya. Lehet, hogy szülés utáni depresszióban szenved, de az is lehet, hogy szimplán felelőtlen, aki nem tud sok mindent a megfelelő gyermeknevelésről. Tehát a lényeg az, hogy valami miatt a gyermek érzelmi szükségletei, azok kielégítetlenül maradnak, nincsenek kielégítve megfelelően. Aztán a gyermek később kialakít magának egy hamis szelfet, egy hamis ént, a saját személyiségét tulajdonképpen feláldozza ennek a hamis énnek az oltárán, aki védelmező szerepet tölt be a gyermek életében. A gyermek megküzdési stratégiája. Az érzelmi nélkülözéssel szemben az lesz, hogy kreál magának egy hamis szelfet. Ezt mutatja a külvilágnak már utána. Aki okos, hiperszuperintelligens, mindenben zseniális, tehát megérdemli a figyelmet. Mert aki tökéletes, az miért ne kapnak figyelmet? Így gondolkodik a gyerek, és felnőtt korában is ugyanezt a gondolkodást követi. Ebben az én képben ők magukat tévedhetetlen, kivételes entitásnak látják, aki mindenkitől különbözik, és mindenkinél jobb mindenben. Tehát ebben a torzított énképben nincs helye hibáknak, vagy éppen tévedéseknek. Minden, amit tesznek egy narcisztikus, vagy éppen gondol, az a lehető legjobb, és a lehető legmegfelelőbb. Az első pont a megkérdőjelezhetetlenség, tehát kritika, amikor valaki kritizálja őket, valaki megkérdőjelezi valamiben, vagy szimplán nem ért egyet vele valamiben. Tehát Ilyenkor ez a hamis én kép az komoly veszélybe kerül. Egy narcisztikus számára. A kritika az nem egyszerűen egy másik nézőpont, vagy éppen egy visszajelzés. Sokkal inkább egy közvetlen támadásnak érzik, a személyük ellen, azaz a hamis ellen. Az ilyen kritika vagy ellenmondás érzékelésekor a narcisztikusnál megfigyelhet, hogy ingerülté válik, frusztráltá. Vagy éppen jöhet a narcisztikus du is akár tehát agresszív lesz nagyon. Tehát ez a reakció nem annyira a kritika tartalmával kapcsolatos, hanem azzal, hogy az érinti és fenyegeti azt a hamis énképet, amelyet oly gondosan építgettek. Tehát a hamis én nem tévedhet, nem tudhat valamit rosszul. Minden szempontból helyesen és jól gondolkodik. Nem tudja elfogadni egy másik ember nézőpontját, véleményét, csak az lehet helyes, ahogyan ő látja a dolgokat. Bár a, gyá bár a azok gyakran mutatnak magas önértékelést, vagy felsőbbrendűséget, ez az önértékelés ez valójában nagyon ingatag lábakon áll, és rendkívül törékeny. Sok narcisztikus törekvését a tökéletesség iránti vágy hajtja, tehát bármilyen kritika vagy negatív visszajelzést azt sugalhatja számukra, hogy nem tökéletesek, ez pedig összeegyezhetetlen a hamis énjükkel. Tehát a narcisztikusok azok mélyen félnek az elutasítástól ettől is rettegnek, hogy vissza vannak utasítva. A kritika pedig érzékelhető elutasításként, ami mélyen fájdalmas számukra. A narcisztikusoknak erős igényük van az irányításra és a kontrollra. A kritika viszont azt sugalhatja, hogy nem uralják a helyzetet, vagy hogy mások nem látják őket a kívánt módon. Azon kívánt módon, aminek ők gondolják, hiszik, és mutatják magukat, Mert a narcisztikusok tagadják, vagy éppen elnyomják az érzéseiket, a kritika viszont mély szégyent váltat ki belőlük, amit nehezen tudnak kezelni. A narcisztikusok élete többnyire szégyen vezérelt. A narcisztikus nem lehet megkérdőjelezni. Ha, tehát ha azt tapasztalod, hogy valakivel szemben nem tudsz soha egy építő jellegű kritikát megfogalmazni, mert élből, zsigerből elutasítja, visszautasítja azt, az nagyon nagy piros zászló. Kettes pontunk a kontroll. Bár a narcisztikusok gyakran tűnnek magabiztosnak, erősnek, hát mélyen belül sérülékenyek és bizonytalanok. A felszínen tehát mutatnak egy erős, magabiztos embert, és ezt nagyon hitelesen tudják meg eljátszani. Tehát ez nagyon hitelesek. Mélyen belül viszont a narcisztikusok mindegyik bizonytalan. A kontroll az viszont egy lehetőséget ad számukra, hogy megvédjék magukat a belső félelmektől és a bizonytalanságoktól. A narcisztikusnak fontos, hogy fenntartsák magukról ezt a, ezt az, ezt a, ezt a fantasztikus, ezt az idealizált képüket. A környezetük és az emberek kontrollálása ez segíthet nekik abban, hogy valamelyest stabilizálni tudják az ingatag lábakon álló belső világukat. Tehát a kontrollálás az továbbá egy módja annak, hogy elkerüljék a kritikát is, az elutasítást, vagy bármilyen negatív visszajelzést, amely veszélyeztetheti ezt a hamis ényüket. Gyakran félnek attól, hogy elvesztik a kontrollt, elvesztik az irányítást, mert ez sérülékenységet és gyengeséget jelent számukra. Továbbá mivel ingatok belül náluk minden, így még inkább frusztráltak lesznek, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy ők azt előre eltervezték, vagy elképzelték, a környezetük és az emberek kontrollálása az egyfajta megelőző intézkedésként szolgálhat a félelmeik ellen. Tehát a kontroll érzése, hogy mindent irányít, az igen, az biztonságot adhat a narcisztikusoknak. Ha úgy érzik, hogy minden a kezükben van, kevésbé érzik magukat fenyegetve, vagy éppen kiszolgáltatva. Ezért, ha egy olyan emberrel találkozol, aki, aki rendkívül kontrolláló mindenben, dominálni akar minden áron, nem tűr ellentmondást, mindig úgy kell lennie mindennek, ahogy azt ő akarja, az szintén egy hatalmas nagy piros zászló. Utolsó pontunk a felelősség, hárítás, és úgy gondolom ez az egyik legfontosabb pont az összes közül. Tehát a, a narcizmusnak sok formája lehet. Attól függően, hogy milyen egyedi narcizikussal találkozunk. Azonban van egy specifikus minta, ami minden esetben jelen van. Mondjuk úgy, hogy nehezen ismerik el őszintén az általuk okozott károkat. Ez egy baromság volt, így ez a mondat, hogy, hogy nem, hogy őszintén, tehát egyáltalán nem ismerik el az okozott károkat, nem ismerik fel a saját felelősségüket. Azonban, ha egyetlen egy alapvető összetevőt keresünk, ami garantáltan narcizmust jelez, az az, hogy a narcisztikusok nem vállalnak felelősséget a személyes és a kapcsolati problémáikért. Az egy dolog, amit meg kell figyelni náluk, az az, ismét elmondom, hogy nem vállalnak felelősséget a személyes és a kapcsolati problémáikért. Tehát egyszerűen kifejezve, ha valaki folyamatosan kifogásokat keret, keres, állandóan másokra mutogat, hibáztat mindenkit, tagadja a saját hibáit, tagadja a saját felelősséget, nem hajlandó elismerni és vállalni a saját tévedéseit, akkor ő valószínűleg egy narcisztikus. A narcisztikus személyeknek több jellemzője is van, mint például ott van a kontroll iránti erős vágy, a, a sekélyes érzelmi empátia, vagy teljesen hiányzó érzelmi empátia, az emberek kihasználása, a manipulációk, a mindenre felgyogosítottság érzete, aztán ott van a túlz, ez a túlzott látszólagos önbizalmuk, a felsőbbrendűségű érzés. De ha egyetlen egy jelzőt kellene kiemelni, ami garantáltan narcisztikuságra utal, az a felelősségvállalás. Teljes hiánya, mert ez mindegyik narcisztikusnál ott van, nem vállal felelősséget a saját hibáikért, vagy a kapcsolataikban felmerülő problémákért. Tehát inkább kifogásokat keresnek, hibáztatnak másokat, tagadják a, a problémákat, hogy azokat ők okozták, tehát nem veszik ki a részüket ebből. Tehát minden esetben a partnerük a bűnbag. Egy narcisztikusnak megfigyelheted nála, az összes exze. Kivétel nélkül úgy állítja be, hogy bántalmazó volt. Tehát beállítja magát ebbe az áldozati szerepbe, különösen egy rejtett nárcisztikus. Azt hallott csak tőle, hogy őt mindenki kihasználta, őt mindenki megcsalta, megalázták. Az összes exek kivétel nélkül egytől egyik toxikus volt. Pszichopaták voltak, nárcisztikusok voltak. Tehát garantálom neked, az összes párkapcsolata kivétel nélkül ilyen volt, hogy ő mindig egy áldozat volt. Egy felső spektrumos narcisztikus csak és kizárólag háborús övezetet képes kialakítani maga körül, hiszen azt vetíti rá a környezetére, ami benne is van. Mi az, ami van a narcisztikusban? Frusztráltság, harag, düh, irítség, féltékenység. Ezért aztán mehet bárhová a világban, lehet bárki a párja, mivel belőle indul ki minden, ezért mindent tönkre is fog maga körül vágni. Tehát háborús övezetben vagy mellette. Ha éppen nem lő rád, akkor meg olyan érzésed van, mintha egy aknamezőn sétálgatnál, de nem tudod, hogy ezek az aknák hol vannak leásva, és minden lépésed félve óvatosan teszed meg, mert bármikor ráléphetsz egy aknára, és aztán akkor jön a düh, a narcisztikus düh, hogy már megint mit csináltál, már megint nem jól csináltad. Tehát hogyan néz ki egy felelős, felnőtt ember, aki képes felelősségteljes döntéseket hozni? Hát ők azok, akik hisznek a változás képességében, nem akarnak mindent az irányításuk alatt tartani. Őszinték önmagukkal szemben is. Tehát egy egészséges ember az tisztában van az erényeivel, tisztában van a hibáival, és nagyon fontos, hogy ezeket el is tudja fogadni. Tehát egy erős, letisztult értékrendjük van továbbá, és képesek elfogadni a bűntudatot, képesek elfogadni a szégyent, és tudják ezt kezelni. Tehát folyamatosan tanulnak, egy normál ember, egy egészséges ember az fejlődőképes, és tiszteletben tartják a másik embert, a másik ember határait. Hát a narcisztikus ezek közül nem tud semmit. A narcisztikusok nem vállalnak felelősséget, mert mindig másokat hibáztatnak. A felelősségvállásuk az inkonzisztens és másokra mutogató. Tehát megkérdőjelezhetetlenség, kontroll, felelősség teljes hárítása. Ez a három jellemző, én garantálom neked, hogy ez narcisztikusra utal. Tehát sokszor olvasom azt, hogy le akarják győzni a narcisztikus, bosszút akarnak rajta állni. A legnagyobb győzelem nem az, amikor legyőzöl másokat, hanem az, amikor legyőzöl önmagad és túlnősz a saját határaidon. Ez az, amivel a narcisztikuson a legmélyebbet tudsz ütni. Ennyit mára, köszönöm a figyelmet, ha hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornára pedig sok videó van feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét, köszönöm a figyelmet.